Hát mit nem csinálnak ezzel a boszorkánnyal? Elevenen megégetik. Jobbikos képviselőtársainkról kitört az a finom, angolos, magasröptú humor. Szóval, a Jancsi és Juliska is tilos lesz eztán, hiszen a boszorkány égetés nem más, mint egy konfliktus erőszakos megoldása. Nem tudom. Nem tudom, mi marad mese, amit egy tévé vagy rádió a büntetés kockázata nélkül sugározhatna a gyerekeknek. De másban is van a gyerek szabályok szigorításával. Azt mondja, az új szabályzás, a régi legalább ezt nem követte el, hogy ezután a rádióban is jelezni kell, hogy a 6 éven aluli gyereket vigyük el a rádió közelből, amennyiben olyan műsor adására kerül sor, amit ő nem érthet meg, vagy félreérthet. Hát én nem tudom, hogy az én rádióimban van-e a hiba, de ott például valamennyi hírműsor olyan, hogy egy 6 éven aluli gyerek nem értheti meg, vagy félreértheti. Ha eztán mondjuk a 4 óránként híreket közlő inforádiónak az lesz a dolga, hogy minden 4 órás híradás előtt bemondja, hogy kedves szülők, figyelem, a 6 éven aluli gyerekeket vigyétek el innen, mert félreérthetik a műsort, akkor rögtön be is csukhat az a bizonyos rádió. Természetesen annyiban ironizálok, de csak annyiban, hogy nem gondolom, hogy a médiatanács összes tagja 5 perc múlva elmeháborodott lenne, és valamennyi mesét, illetve az ilyen jelzést előzetesen nem tartalmazó hírműsort betiltana. Remélem, hogy nem így van. De a törvények arra valók, hogy ne bíznom kelljen az ítéletalkotókban, hanem a jogszabály adjon garanciát. Ha a bíróságokon csak a bírók józan eszébe kellene bízni, akkor nem volnának törvények. Itt most csak imádkozni tudunk, hogy a médiatanács, illetőleg a hatóság tagjai nem fogják betartani a rájuk vonatkozó törvényt, illetve a gumiparagrafust, és nem alkalmaznak ilyenkor büntetést. De a gumiparagrafusokra kevésbé komikus példákat is szolgáltat a törvény, mint ami a gyerekmeséket illeti. Mandur László utalt már arra, hogy a pályázatok esetében az alaki érvénytelenség föltételeit szigorítja ez a bizonyos törvény. Szigorúbb törvények vonatkoznak például a pályázó rádiókra, televíziókra, mint ránk képviselőkre. Mikor mi elindulunk a képviselő választáson, nem kell rögtön megszüntetni az összeférhetetlenséget. A jövőben a médiumok viszont már csak úgy pályázhatnak, hogy beadják az igazolást, megszüntetnek minden összeférhetetlenséget, ami pedig csak a pályázat megnyerése esetén válhat összeférhetetlenné. Sőt, soha többet egyszerre 2 pályázatot, mondjuk 2 frekvenciára nem adhatnak be, mert már azt is igazolniuk kell, hogy nincs futó pályázatuk máshol, amelynek esetleges elnyerése esetén összeférhetetlenség állna fenn. Nem merem föltételezni a kitűnő Rogán Antal előterjesztőről, kitűnőnek kell tartanom annál is inkább, mert ő az én polgármesterem az 5. kerületben. Nos, nem merem föltételezni róla, hogy hát ez csak úgy csacsiságból írta be, vagy életszerűtlenségből. Ha viszont ezt nem föltételezem, akkor viszont sokkal nagyobb a baj. Mert akkor arról van szó, hogy mesterséges eszközökkel szűkíti a törvény a pályázók körét. Ez meg éppen azért baj, amire Mandur László is utalt, mert mostantól kezdve nem csak a helyi pályázatokon, hanem az országosokon se lesz akadály, ha csak egy vagy egy legény marad a vidéken, magyarán, ha az összes többit kizárják az alaki érvénytelenség miatt. Őszintén szóval nem is tudom, miért strapálja magát ennyire a törvényalkotó, hiszen már az eredeti törvénynek is az egyik legszebb virágszála a bokorban, hogy pályázat nélkül is lehetett odaítélni rádió frekvenciát. És hogy ez nagyon komolyan veszi a média hatóságára, már van példa, megtörtént az első pályázat nélküli döntés. Amikor ezt annak idején kifogásoltuk többen minden ellenzéki frakció a médiatörvény vitájában, akkor azt mondták, hogy pályázat nélkül csak valami hihetetlen rendkívüli esetben osztanak frekvenciát. Földrengés van, vörös iszap, vagy valamilyen természeti katasztrófa, csapás zúdul az országra, hát akkor nyilván gyorsan kell pályázat nélkül egy rádió, ami hát erről tudósít. Nos, megnéztük, láthatja bárki, hogy mire használták fel a pályázat nélküliség lehetőségét eddig. Hát egy olyan véletlenül nem nagyon távol álló rádió kapott pályázat nélkül frekvenciát, ami tényleg ritka kivételes baj elhárítására vállalkozik.
Az ő feladata az volt, hogy védje a családot. Hát én nem tudom, hogy ez nagy természeti vagy hirtelen katasztrófának tekinthető-e, hogy beállt a családok védelmének szükségessége, de kétségkívül már ez sem tükrözte az eredeti szándékot, vagyis azt, hogy csak kivételes helyzetben lehessen pályázat nélkül frekvenciát kapni. De ez nem elég. Ez a mostani törvény még a pályázatokat is virtuálossá teheti olyan módon, hogy boldog-boldogtalant kizár a pályázhatás lehetőségéből. De újabb gumiparagrafust állít elő az a nagyon fontos jogkövetkezménnyel járó rendelkezés, hogy mit tekintenek ismételt jogsértésnek. Ne felejtsük el, aki ismételt jogsértést követel, arra mindenfajta csúnya büntetés ráróható, végső esetben még az engedélyétől, működési engedélyétől, nyilvántartásba vételétől is megfosztható. Már elég szigorúnak tűnik az új rendelkezés, amikor azt mondja, hogy elég kétszer, egy év alatt kettő darabszor elkövetni a jogsértést, az már ismételtnek tekinthető, de most következik a gumi rendelkezés, kivéve a csekély súlyúakat. Azt, hogy mi a csekély súlyú, azt viszont a médiatanács, illetve a hatóság dönti el. Nyilván lehet médium, akinél akármilyen jogsérelem van, az csekésúlyú lesz, és lesz attól félek olyan, aminél két jogsértés majd véletlenül nem bizonyul csekésúlyúnak, és hát ezáltal igen könnyen a legsúlyosabb dologgal büntethető is. Félek, hogy nem csak gumiparagrafusról, hanem esetleg egy terv előkészítéséről van szó abban az új szabályban, amit már többek között Mandur László és mások is érintettek, méghozzá abban, hogy a évente lehet áttekinteni a közszolgálati média szolgáltatásokat, és csak az a szabály, ha az összest megszüntetik, hogy legalább egy maradjon, valóban nem lehet tudni, hogy egy rádió, egy tévé, vagy összesen egy, de hadd vegyem a jobb indulatú megoldást, elég az, hogy egy közszolgálati tévé és egy közszolgálati rádió maradjon. Ez eddig nem volt. Ez azt jelenti, hogy ha valaki úgy gondolja, akkor már is megvan írva mondjuk a Duna TV halálos ítélete, nem kell hozzá semmi, hogy ezt végrehajtsák. Már nem föltételezem, hogy az MTV-re vonatkozik a halálos ítélet bizonyos okokból, de akármelyikre vonatkozhatna, akármelyikre. Gumiparagrafus és korlátlan lehetőségek. Ez volt a fő baja az eredeti médiatörvénynek is. E bajok orvoslása helyett ez az új jogszabály gyűjteménye, a módosítások gyűjteménye a gumiparagrafusok számát és az önkényes döntések lehetőségét csak növeli. A sajtóban is, meg itt is szóba került már, és mindenki érthető okokból háborgott azon, hogy a médiatanács tagjainak olyan kártalanítás jár, ami hát messze fölülmúlja azt a 2 milliós plafont, amit egy sokkal kisebb hatalmú hivatalnoknál komolyan veszünk. Én másképp gondolom. Nem sajnálom ezt a bizonyos jó magas végkielégítést, illetve kártalanítást tőlük. Hát komolyan gondolkodó ember ezt a feladatot nem vállalná, tudnélik fel, amit ők felvállalnak. Hogy a mesék fölött kelljen ítélkezniük, hogy rádióhírek előtti gyerekfigyelmeztetés híján eldöntessék, hogy büntessenek vagy nem büntessenek. Ezt őszintén szólva komoly ember nehezen vállalná. Valószínűleg kell a vonzerő, kell az igen magas kártalanítás hozzá. Élvezzék minél hamarabb a tisztelt kollégák. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólásra Novák előtt képviselő úrnak adok lehetőséget. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, 2 perces hozzászólást korábbi felszólalással kapcsolatos reagálásra lehet kérni. Én most rendhagyó módon önmagamra reagálnék. Ugyanis méltatlannak tartanám, hogy Lendvai Ildikóval szálljak vitába. Egy egykori cenzornak szerintem egyáltalán nem is itt lenne a helye, ha rajtunk múlik, akkor ugye, és ha történt volna, történne itt bármiféle rendszerváltás, és elfogadták volna akár erre vonatkozó javaslatunkat, akkor ő ma nem is ülhetne itt. Önökkel szívesen vitatkoznék, tisztelt kormánypárti képviselők, csak önök ezt nem teszik, nem szólalnak meg, szépen aztán majd csendben, ahogy szokták, a végén megszavazzák a javaslatukat. Viszont ahogy előbbi felszólalásomban megígértem, csak akkor már nem fér bele az időbe, szeretnék miniszterelnök úr becsülete védelmében szót emelni. Ugyanis önök, illetve Rogán Antal, az az előterjesztő, bár nem tartozkodik itt, de benyújtotta azt a javaslatot, mely szerint a végkielégítés helyett ugye kártalanításra jogosult
az egykori Pornólap főszerkesztő Szalai Anna Mária. Nos, ezt a cinikus és kétszínű módosítást mi javasoljuk eltörölni a törvényből, ugyanis a kormány tavaly nyári akciótervének 18. pontja volt az, amely a két hónapon túli végkielégítések, a béren felüli juttatások, a szabadság és titok megváltásokra 98%-os különadót ígért. Az önök mostani javaslata ugyanakkor ezzel az elképzeléssel gyökeresen ellentétes módon a mandátumának lejártakor a jelenlegi fizetése alapján körülbelül 13 millió forinttal jutalmazná az NMHH elnökét, tehát Szalai Anna Máriát. Mivel ez a szabályozás a kormányfőnek az országgyűlésben itt megtett ígéretével szembe megy, ezért a kormányfő és a kormánypártok becsületének megőrzése érdekében önök helyett is gondolkodva nyújtottam be ezt a javaslatot. Köszönöm figyelmüket, illetve nagyon szívesen. Köszönöm szépen, én tisztelettel arra kérem képviselőtársaimat, hogy óvakodjanak olyan minősítésektől, amely személyes jogokat sértenek, vagy sérthetnek. Mandó László képviselő úr következik rendes felszólalásra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Nekem már volt egy felszólalásom, amit szeretnék. Persze. Ismételt felszólalás. Igen, teljesen rendben van, úgyhogy köszönöm szépen. Még mielőtt folytattam, ott a labbajtam, csak szeretnék pontosítani valamit, ezzel nem kértem külön két percet. Letve Ildikó nem volt cenzor, bár önöknek ez nagyon tetszik ez a verzió, csak ez szerintem nem igaz és nem így volt, de hát lelkük rajta, hogy ezt mindig mondogatják. No, de folytattam ott, ahol egyébként abbahagytam. Rátérnék egy kicsit az alapstátuszának a kérdésére, miután a médiatanás dolgáról már részletesen szóltam. Nagyon érdekes, hogy a törvényjavaslat kapcsán folytatódik az a lopakodó átalakulása a alapnak, azaz a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapnak, hiszen ez a lopakodó centralizáció, ami megtörtént, és már minden az alap fennhatósága alá tartozik, aminek tudjuk, hogy a hatóság az igazi főnöke, és lényegében mindenkit kizártak, szakmai szervezeteket, érdekképviseleteket, politikai pártokat, ellenzéket, ennek a bizonyos alapnak a felügyeletéből még tovább fogják erősíteni, és ezt a lopakodó folyamatot igyekeznek teljesen kiteljesíteni, annak ellenére, hogy a előbb említett két média törvényben sehol sem találkozhatunk azzal, hogy ennek az alapnak ilyen szuper feladat és munkaerő koncentrálás lenne az igazi funkciója. De hát Istenem, hát önöket végül is már a saját törvényük se szokta ezügyben zavarni, úgyhogy tovább folytatódik ez a folyamat. Mert hát mi történik most? Lényegében egy média holding-szerű működésre tesz javaslatot ez a mostani módosítás is, de hát egyébként továbbra is ott tartunk, amit már említettem, hogy nem teljesen precízen és pontosan, amiből továbbiakban is borzasztó működési zavarok lesznek, és borzasztó anyagi károk természetesen. Ugyanis az alap jelenlegi státusza szerint, és hogy ez szabályozva vagyonkezelő és pénzalap, ezt mondja a médiatörvény 136. paragrafusa. A mostani javaslat 63. paragrafus 42. bekezdésében szereplő módosítás szerint az alap egyben a gazdálkodó szervezetnek is minősülne, anélkül egyébként, és ez benne a legfurcsább, hogy megfelelne a gazdasági társaságokról szóló törvény szabályainak, anélkül, hogy akár a cégbíróság vagy az ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorolna felette. Jogosultá válna a médiatanács hozzájárulása a közszolgálati hozzájáruló számító bevételeknek engedményezésére is. Létrejön egy szuper szervezet, szuper vagyonnal, szuper költségvetési támogatással, mindenfajta ellenőrzés és kontroll nélkül lényegében. Elképesztő. Elképesztő abban a világban, amikor önök állandóan arról beszélnek, hogy rendet tesznek, ellenőrizhetőség, átláthatóság, kontroll, és valami oknál fogva hihetetlen erőforrásokat visznek ki, hogy csak önmaguk tudják ezt felügyelni. Tessék végiggondolni majd ennek a következményeit. Nem csak az általuk tulajdonolt állami vagyon hasznosítására, hanem a javaslat szerint annak megterhelésére sem volnának érvényesek az állami vagyon kezelésére vonatkozó általános szabályok.
Hát akkor ez hogyan illik bele abba a politikai szlogenrendszerbe, amit önök eddig hirdettek? Mi az, hogy nem tartozik bele? Mintha nem közvagyonnal gazdálkodnának. Úgy beszélünk a dologról, mintha ez az egész közszféra nem kapott volna az idejében 63 milliárdos költségvetési támogatást. 63 milliárd. Nos, a közszolgálati média szolgáltatók a hatályos törvény szerint, de már a korábbi média törvény szerint is, vállalkozási tevékenységet is folytathattak, úgy, hogy annak eredményét közszolgálati céljaik elérésre fordíthatták. Nos, a javaslat 63. paragrafus 36-os bekezdése ezt a minimális önállóságot is megszüntetné. Kimondaná, hogy ezt a vállalkozási tevékenység folytatáshoz való jogot tekintette az alapnak a közszolgálati média támogatása érdekében végzett tevékenységére, a közszolgálati média szolgáltató bármiféle ellenérték nélkül átengedheti az alap részére. Kérem szépen, nincs önálló Magyar Televízió, nincs önálló Magyar Rádió, nincs önálló Duna TV, és nincs önálló MTI se. Ez a dolog erről szól. Akkor mi a fenének tartják fönt? Miért van ennek a részvénytársaságnak, ennek a nem létező részvénytársaságnak vezérigazgatója? Miért van 50 fős, már eddig is lezsugorított stábja? Ugyanis semmi fölött nem rendelkezhetnek. Ráadásul azt se tudják, hogy mi a fene lesz velük, hiszen már az előbbiekben elmondottak szerint, hát majd valamikor évente meghatározzák, hogy hány darab tévé, meg rádió, meg egyáltalán. Költséghatékony ez a dolog? Nem pénzkidobás? Mindent ez az alap készít, gyárt, és a többi. Még sorolhatnánk. Hogy lehet itt tervezni? Ott voltunk a Magyar Televízióban, és hallgattuk ezeknek a társaságoknak a vezérigazgatóit, hogy tervezik, meg műsorterv, meg ősz, meg majd a tavasz. Mire? Mire? E szerint? Ezt el fogják fogadni? Mibe kerül ez a történet? Szóma nemzetgazdaság. Mind a tekintetben, hogy hány forint, mind a tekintetben, hogy milyen eredményt fog produkálni a magyar közszolgálati világ. Már most is fantasztikus látni azt, és tessék megnézni, és ebbe azért nagy vita nem volt azon a bizonyos bizottsági ülésen, ő köztük, meg mi köztünk, vagy én köztem, hogy ugyanabból az adatsorból dolgozunk, amiből ők is dolgoznak. AGB nézzen televíziók, GFK szonda rádiók. Ez az elfogadott. Nézettségi adatok, hallgatottsági, és így tovább. Az egy évvel ezelőtti állapotukhoz képest, nem a többiekhez, nem a versenyszféra, önmagukhoz képest veszítenek a saját pozíciójukból. A Magyar Televízió a tematikus csatornák szintjére süllyedt le nézettségbe. Önmagához képest zuhan lefelé. A közéleti műsoraiknak a nézettsége már lassan nullától alig különböző. Hihetetlen nézőszámot veszítenek. Persze, semmi különös nem történt, mint ennek a rendszernek a részeként, amit tovább fokoznak a mostani javaslattal is, egyre inkább egy tematikus kormány vagy egy politikai párt televízióval, rádióval varázsolják. Persze könnyű, hiszen azok főszerkesztik, azok vezetik, akik Hír TV, EHO TV, Lánchíd Rádió. Annyi nézője is lesz. Ennyi is lesz. Ezt sikerül ennyi pénzből megvalósítani. Valószínűleg ki lehet mondani, hogy ennyi pénzből ilyen kevés nézőt még rég produkáltak magyar közszolgálatba. Ez biztos, hogy így van. És ez a tendencia tovább folytatódik. És ebben a rendszerben már senki nem fogja tudni, mi az ő dolga, mi a felelőssége, mi a hatásköre. Egy valamit látunk, valakiknek ellenőrizetlenül a kezébe került hihetetlen mennyiségű állami vagyon és forrás. És cash, pénz. És befolyás a média fölött. Csak ott romlik el a dolog, hogyha azt hiszik, hogy ezzel a magyar társadalmat jelentősen befolyásolni tudják az ő nézeteiben, akkor az a csalódás éri őket, és ez történik most folyamatosan, hogy a távirányítóval ezt elrendezi a drága néző. Mert átkapcsol. És ezt mutatják ki. Ezt elismerte egyébként Balogh László is, aki egyébként a közalapítvány kuratórium elnöke, hogy nagy bajban vannak a nézettségekkel. Ott van a jegyzőkönyvben. Ez igaz. Csak hogy miért kell tovább erőtetni azt a megoldást, ami egyébként rossz megoldást hozott? Tovább menni azon az úton, és egyébként tönkretenni. A Duna Televízió a hazai viszonyok között a
azon határon mozog, hogy nem lehet kimutatni a nézettségét. Elérte azt a pontot, hogy nem lehet kimutatni. Szabad szemmel nem érzékelhető. Ezt ott megmondták a Duna TV vezetője is. Nincsenek nézettség adatai, mert nem tudja kimutatni senki, mert olyan picike. Hiba határ alatt vannak. Nos, hát azért itt tartunk, ez a folyamat fokozódik, ez a javaslat ilyen szempontból be fogja teljesíteni mindazt, amit vártunk, irdatlan mennyiségű pénzé. Nos, amiről még szeretnék szólni ennek a törvénynek a kapcsán, az pedig, azért van egy jó hír is. Na, legyen egy jó hír. Ez a hangerő kérdése, például a médiatörvény 33. paragrafus 4-es bekezdések módosítása azt javasolja, hogy ne csak a reklámok és a televíziós vásárlás, hanem a műsor előzetes hangereje se legyen nagyobb, mint a környező műsor számoké. Nagyon támogatjuk. Átérnék a másik törvényre, és az időm hátrajövő részét erre használnám. Ez a úgynevezett média alkotmánynak nevezett törvény, annak a módosítása. Ebből igazából egy dolgot emelnék ki, nagyon nem húzva az időt és nem mutatva önöket, ez az újságíró forrásvédelmének a kérdése. Mert talán ez a legizgalmasabb dolog. Ha már azt mondták, hogy igazodunk az európai joghoz, meg a normákhoz, akkor szeretném elmondani önöknek, hogy az Európai Parlament 2011. január 25-én fogadta el az újságírói források védelméről szóló 1950-2001-es számú ajánlást. Hát ez mégis egy kapaszkodó. Tehát ez egy norma, amihez igazodnunk kell, ahol az Európai Parlament a magyar média törvényekkel kapcsolatban már 2011. március 10-én elfogadott határozatok szövege is kiemeli a forrásvédelem fontosságát. Van egy pontosítás, ami első ránézése jónak tűnik, hogy a törvénynek a hatályos 6. paragrafus 2. bekezdése szerint az újságíró jogosult információforrás titokban tartására bírósági és hatósági eljárások során is, feltéve, hogy a számára átadott információ közvetételhez közérdek fűződik. Ez a védelem most természetesen csak viszonylagos. Sok kritika is hangzott el, mint ahogy említettem, nemzetközi szinten, meg hazai szinten is. Hát a javaslat most reagálni kíván erre a nyitott kérdésre és a kritikákra, azzal, hogy a hatóság szóval egy nyomozó jelzőt illesztette. Ez a megoldás megfelelő volna a 6. paragrafus 3-as bekezdését illetően, növelni az újságíró forrásvédelmet, ha kizárólag a büntető ügyekben eljáró nyomozó hatóság kötelezhetnék az újságírót a forrás felfedésére. Ugyanakkor a nyomozó jelző automatikus beilleszte a hatóság szó elé a 6. paragrafus 2. bekezdésében is azzal az eredménnyel járna, hogy nem csak a forrás felfedési kötelezés lehetőségét, hanem a újságírók forrás eltitkolási jogát is leszűkíteni, kizárólag a bíróság és nyomozó hatóság előtti eltitkolása. A tervezett törvényszeg alapján az újságíró nem volna jogosult eltitkolni forrását közigazgatási hatóság eljárásban, értelemszerűen a média tanács előtt sem. Ez még az eddigiekhez képest is hatalmas visszalépést jelentene, úgyhogy ezt, ha az volt az eredeti szándék, hogy igazodjunk az uniós normákhoz, akkor ezt mindenképp orvosolni kell. Ezt a javaslat egyébként érdekes módon egy technikai pontosításnak tartja, holott egy nagyon fontos tartalmi kérdésről van szó. Hát, azt hiszem, hogy érdemes lenne még egyszer áttanulmányozni, még a záróvita és a zárószavazás előtt, mert azért itt már sok minden bele szokott férni. Talán a beterjesztett törvénnyel kapcsolatos módosítókat is érdemesen egyszer már behozni, és a előbb említett Európai Parlament 1950-2011-es számú ajánlásának megfelelően a 4. pontot kéne itt valahogy érvényesíteni és alkalmazni. Nem kívánok többet hozzászólni a dologhoz, le fog járni az idő, nem sokára. Számtalan pontján ez a dolog hibás. Egész egyszerűen gyárilag hibás sajnos. Ugyanazok a problémák élnek és fokozódnak, ami a
eredeti törvények elfogadásánál is megvolt. Mi annak idején benyújtottunk egy 100 módosító javaslatot. Ebből sikerült egyetlen egyet sem megfogadni és elfogadni. Hát, annyi volt, hozzá kell tennem, annyi volt, hogy ennek egy jó részét fölismerve, hogy a javaslatunk nem rossz, és egy nap még rendelkezésre állt a határidő lejárt előtt, ugye augusztus 31, elkövettük azt a hibát, hogy egy nappal hamarabb beadtuk. Mert ennek egy javarészét szinte átkopírozták és beadták saját név alatt, de ennek azért néha örülni kell, mert ez legalább megfelelt az elvárásoknak, és ezt beemelték. Nem fogunk most önök helyett dolgozni, nem fogunk benyújtani 100 módosítót ahhoz, amit most letettek az asztalra, mert ez egy barkácsolás. És rossz irányba megy a dolog. Ezért én azt javaslom, hogyha szeretnének valamit átemelni a miénkből, mert a miénket úgyse fogadják el, ezt már megtapasztaltuk, akkor vegyék elő azokat a módosítóinkat, amiket annak ide benyújtottuk, és még egyszer nézzék át, hát ha érdemes abból beemelni. Egy percet én is hadd kérek meg elnök ura házszabály szerint. Képviselő úr, alelnök úr, úgy gondolom egy ismételt felszólalásnál már nem teljesen méltányos, de lássa kivel áll szemben. Köszönöm szépen. Engedélyezem. Egyszer majd még visszaadom. Abba még ne vegyetek mérget, fiúk. Lehet így is. Meg lehet így. Lehet mellénybe, lehet zsebre dugott kézzel. Kinek milyen sztájla van? Nos, tehát én elment már fél perc. Tehát nem fogunk ebben részt venni, és nagyon sajnáljuk, hogy egyszerűen nincs rá lehetőség. És abban meg nem akarunk részt venni, ami a Fidesz belső versenyfutását jelent, hogy már említettem a média területén, hogy mely csoport és hogy és melyik centrumában kíván hatalmi pozíciókat szerezni ebben a rendszerben. Ebben meg végképp nem akarunk részt venni. Döntsék el egymás között. Csak egy a baj, hogy ebbe a vetélkedésbe a magyar médiaszabályzás és a közmédiumok fognak egyébként nagyon-nagyon rosszul járni, meg a néző, meg a hallgató. Elnök úr, köszönöm a megtisztelő türelmét. Visszaadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Ha nem egy volt alelnökkel polemizálnék, akkor azt mondom, hogy ez döbbenetes, hogy mennyire nem ismeri a házszabályt. Hát a szót nem lehet visszaadni, drága volt alelnök úr. Azt sajnos az itt ülő embernek a joga és kötelessége adni, venni, ez a szabály, de nincsen semmi baj, értem én ebben a mélyebb logikát is. Köszönöm szépen, tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki szólni? Jelentkezőt nem látok, akkor megkérdezem Puskás Imre képviselő urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Igen, parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt háztisztelt képviselőtársaim. Nem mondanám azt, hogy válaszolni szeretnék a vitában elhangzottakra, mert azt gondolom, hogy az meglehetősen terjedelmes hozzászólást igényelne. Inkább egyfajta zárszót mondanék a vitához, és hogyha úrrá lenne rajtam a szerénytelenség, akkor még ilyen atyai gesztust is tennék, és azt mondanám, hogy a vitában voltak valóban szakmai hozzáértést és elmélyülést mutató megszólalások, és voltak különböző színvonalú politikai glosszák. És talán nem véletlen, hogy az első kategóriába inkább abban a kérdéskörben szólaltak meg a felszólalók, amely kérdéskör a hírközlés fogalomkörébe tartozik, és valójában ez a veterjesztett törvénytervezet nagyobb részben ebbe a tárgykörbe tartozik, és mégis a vitában jóval kisebb szerepet kapott, de szerencsére és jó érzéssel tölt el, hogy alapvetően bármely frakcióból megszólalók ebben a kérdésben alapvetően inkább támogató hozzászólásokat tettek, sőt mondhatom, hogy szokatlan módon alapvetően nem a hiányosságai domborodtak ki ennek a tervezetnek, hanem az erősségei, és ez mindenképpen jó érzéssel töltheti el, azt hiszem, az előterjesztőket, és természetesen azokat, akik ezen dolgoztak. És nem meglepő módon
a vita időben és hozzászólás számban is nagyobb részben a média különböző törvényeit, a médiát szabályozó különböző törvények módosításai kerültek itt elő, és hát ennek a stílusát minősítettem én ezt, ilyen politikai groteszkek hangzottak el, vagy glosszák hangzottak el, és ez nem meglepő, mert a média az egy olyan téma, amelyre a politikusok meglehetősen érzékenyen reagálnak.